Tisztelt hölgyeim és uraim, de azt hiszem, ahogy körbenézek, leginkább azt mondhatom, hogy nagyon kedves barátaink. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Richárd atyának azt hiszem mondhatom ezt is így, a Ég és Föld között című kiállításának a megnyitóján. Tisztelettel megkérem oly kedves kolléganőmet, Présingné Baracskai Erikát, hogy nyissa meg a kiállítást. Köszönöm szépen a felkérést, tőled is és Richárd atyától is. És ennek a kiállításnak a mottója egy Vörös Sándor idézet lehetne. Legalábbis ez jutott eszembe legelőször, amikor megnéztem ezt a kiállítást. Ez pedig az alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. És egy kevésbé ismert, de ugyanebből a versből való, az igazság nem a mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben. Azt gondolom, hogy ez a kiállítás lehetne Richárd atya arcpoétikája is. Az élet mindenütt megnyilvánuló lüktetését, szépségét és szenvedését, az élet teljességét megmutató fotók szavak helyett is elmondják, hogy mi a hitvallása alkotójuknak. Hálás vagyok, hogy munkatársa lehettem Richárd atyának, amikor létrehozta mindazt, amit ma a Tihanyi apátság jelent. A kultúra és művészet tiszteletét, nyitottságot az érkező vendég felé, találkozási pont a különböző emberek számára is, és tanúja lehettem a sok-sok nagyon színvonalas kiállításnak, amelyeket itt nyitottunk meg a galériában, illetve a Rege kávézóban. Megtapasztalhattam Richárd atya mellett, hogy Szent Benedek regulája valóban irányadó el volt abban a bencés és világi közösségben, amelyet itt Tihanyban vezetett. A rend, a kiszámíthatóság, a következetesség és megbízhatóság biztos hátteret jelentett mindannyiunknak. Tudtuk, hogy a kimondott szónak súlya van, és mindannyian bizalmat és tiszteletet kapunk. Tudtuk, hogy milyen fontosak számára az ember értékei és az emberi értékek. 23 éve vagyok a munkatársa, és mindig azt tapasztaltam, hogy végtelenül tiszteli az életet. A pici bogaraktól kezdve, melyeket soha nem pusztított el, hanem kitessékelt az ablakon, ha útban volt, minden élőlényben Isten teremtményét látja. Úgy fotózza le őket, hogy egy átlagos ember meg se látná azt, ami végül is csoda, csak nekünk nincs rá szemünk. Gyakran rácsodálkozom egy-egy növényre vagy madárra, de egy emberi mozdulatra is a fotóin, mert soha nem láttam volna meg benne a különlegességet addig, amíg nem láttam Richárd atya fotóján. Többször elmondtam már, hogy a Korzenszky látásmód utánozhatatlan. A fényeket is olyankor és úgy kapja el, hogy belőlük még a legridegebb ipari létesítményre is vetül valami megkapóan szép alkonyi sugár. Legkedvesebb fotó számomra a katicás kép. Azóta, hogy először megláttam, mindig újra lenyűgöz. Először azt hittem, hogy festmény. A finom színek, a fehér virág varázslatos szépsége, a katicabogár belefeledkezése a szirmokba együtt jelenti a harmóniát, a szépséget, a természet örök egyszerűségét és végtelen bölcs nyugalmát. Szeretem a kereszteket is ezeken a képeken, mert ott van mögöttük a fény, a szikrázó kék ég, az élet szépsége. A földi valóság és a felfoghatatlanul végtelen ég között telik az ember élete.
belénkódolt vágy a felfelé törekvés. Repülnénk, túlszárnyalnánk teret, időt, és a visszafordíthatatlant is. Tudjuk, hogy nem lehet. Mégis benne van a mozdulatainkban a reménység. Az ember földhöz kötötten él, hiába vágyik a repülésre, mindig vissza kell ide térnie. Felfelé nézünk. De ott fent nem csak a szabadság reménysége van, de a megfeszített Krisztus is. Az elárult, megalázott, magára hagyott, lelkében is meggyötört Krisztus, akit éppen azok feszítettek meg, akikkel jót tett. Mindig a földön botlunk el, de mindig remélhetjük, hogy Isten szivárványt fog festeni az égre irgalma jeléül. Amikor reggel Erikával találkoztam, azt mondtam neki, hogy elfelejtettem szólni a titkárság vezetőmnek, hogy rendeljen virágot. Kénytelen vagyok, hogy elcsendesedni, nem kénytelen, hanem Erika mélyen átgondolt, megnyitó szövege után nehéz mit mondani. Annyit azért mindenképpen, ami itt olvasható a bejáratnál is jobbra, hogy hozzá tartozik a fotó az életemhez, azt mondhatnám, hogy létforma, nem vagyok fotóművész, nem vagyok fotóamatőr, hanem fényképezek, hogy ne csak nézzek, hanem lássak is. Tehát a fotó engem hozzásegít ahhoz, hogy közelebb kerüljek a világhoz, az Isten teremtette világhoz, és hogy vállalom a nyilvánosságot, azért teszem, hát ha van egy-két ember, aki ezeket megnézve jobban tud majd látni, nem nézni, és észreveszi, hogy az Isten teremtett világa itt van, körülöttünk van, és mindannyian benne élünk, mozgunk és létezünk abban a világban, aminek a mélyén ott van a Teremtő. Köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt, hogy eljöjjön erre a kiállítás megnyitóra. Külön köszönöm Csizmazia Búcsúnak a kiállítás rendezését, létrehozását, nélküle nem valósulhatott volna meg. Úgy beszéltük, hogy majd pénteken együtt elrendezzük, de aztán úgy adódott, hogy pénteken nem volt lehetőség a kiállítás rendezésére, én pedig nem voltam még itthon a Szentföldön. Írt nekem pár sort, hogy mit csináljunk, hogyan, mikor. Erre én nagyon röviden visszaírtam, mi is volt, nem is volt egészen értelmes a mondat. Nem volt értelmes, de valami ilyesmi, hogy csinálsz, amit akarsz, megbízom benne. Köszönöm szépen, tényleg nagyon jól megszerkesztette, nagyon jól ellenpontozta, nagyon jól megtalálta, például a pók és a hold, illetve a repülő és a hold kapcsolatát, ellentétét, megtalálta az éppen leszálló madarak, illetve a mintegy felszállni
akaró ember összefüggését megtalálta a szitakötőben jelen lévő fénykeresztet. A fénykeresztnek a párjául megtalálta a jeruzsálemi szivárványt, megtalálta a szitakötőhöz az éppen leszálló madarat, mindegy, hogy hol készült, ez is egy szentföldi kép, és megtalálta ott abban az ötös összeállításban, nagyon jól, átlósan szerkesztve a szivárványos Tihanyi félszigetet, víz, horizont, illetve jobb alsó a vitorlás, víz, horizont, és nem tett két képet közéjük, hanem középre, átlóba betette a mindannyiunk számára annyira fontos fénypontot, a Tihanyi apátság kettős tornya között, sorolhatnám tovább az ötleteit. Nagyon jó volt az ötlet. Itt is, ebben a hatosban is megtaláljuk a nagyon jó átlós szerkesztést. A nagy madár és az apró darázs repülése, illetve a gólya a fészken, illetve átlósan bal alsó az éppen virágra szálló méhe, aztán fönn a katicabogár nagyon hangsúlyosan, len pedig a táplálékra váró hat rozsdafarkú fióka. Bocsú, nagyon szépen köszönöm. Őszintén mondom, én nem tudtam volna jobban megcsinálni. Köszönöm. Mit tudnék még mondani? Hivatalosan annyit kell, hogy a kiírás szerint március 1-ig a kiállítás látható. Nem hangzott még el, hogy a kiállítást megnyit. Tom, Erika nem mondta? Nem mondta. Én ilyet nem mondtam, hogy a kiállítást megnyitom. A kiállítás látható. Kinek tejhék öröme benne. És úgy látom, hogy valószínű erre eljöttek messziről, Budapestről, eljöttek Zalaegerszegről, eljöttek a közvetlen környékről, Veszprémből. Köszönöm minden ismerősnek, jó barátnak, hogy itt van. És hát tartson meg bennünket az Úristen ebben a barátságban, hogy tudjunk mindig rácsodálkozni az ő világára. Köszönöm.